Azt tapasztaltam az életben, bármilyen területen, akár, akár egy, akár elején az egyetemen, a katonaságnál, vagy a vállalkozáson, vagy a coaching partnereimnél, hogy a legmeghatározóbb az, hogy milyen a cégben a kultúra. A céges kultúra, ha jó, akkor a legtöbb ember bekerül egy jó kultúrába, jól fog teljesíteni, vagy jobban fog teljesíteni. Egy rossz kultúrájú, rossz belső kommunikáció tele van a feszültségekkel, nincsenek tisztán a feladatok definiálva, veszekszenek az emberek, állandó stressz van, és még csomó oka lehet, ilyenbe bekerülve a jó ember is rosszul teljesít. Tehát a céges kultúra nagyon meghatározó, az a környezet, amihez a legtöbb ember idomul, vagy elszalad persze, ha abszolút nem tudja adaptálni magába, de az a kultúra nagyon fontos. És ebben például nagyon nagy szerepe van a példának, mármint, hogy te milyen példát mutatsz, és te milyen példaként vezet a munkatársaidat, de igazából ez nem nagyon elegendő, tehát nem elegendő jó példának lenni és várni arra, hogy majd ugyanilyen kultúrát csinálnak a többiek. Tehát ami fontos, és a legfontosabb talán a céges kultúrában, hogy legyenek tiszta elvárásaid. Ezt, ezt nagyon nem tudják az emberek. Tehát, ha megkérdezem, hogy mondjuk te szerinted mikor van elvégezve egy munkatársad feladat, és megkérdezem a munkatársad, akkor kiderül, hogy csak nagyon körülbelül, és egyébként nem is biztos, hogy ugyanazt a határidőt értették, ugyanazt a, a végeredményt értették alatta. Tehát definiált pontosan, hogy mikor van készen, és hogy nincs kész, vagy csak 80%, vagy 90, vagy 95%, az ad vissza, hogy javítsa. Ad vissza, hogy javítsa. Kontrollált menet közben is, hogy ne csak a végén, egy hosszabb időszak végén derüljön ki, hogy rosszul csinálta. Tehát nagyon-nagyon sok olyan vezetői eszköz van, amivel a kultúrát odáig tudod elfejleszteni, vagy tudod fejleszteni, hogy teljesítés jó végeredmény legyen, mert te is elégedett vagy. Mert ez növeli az önbecsülését a munkatársaidnak, és akkor mit fog csinálni a következő projektnél, feladatnál, munkadarabnál, jobban fog teljesíteni. Tehát ez nagyon fontos. Tanítsd meg az elvárt 100% eredményre, és akit nem tudsz rövid időn belül, akármennyi időt is szánsz rá, eljutatni a folyamatos 100% teljesítéseig, vagy akár direkt úgymond szabotálja, vagy szarik bele, vagy nem tudom, hogy lehetne fogalmazni csúnyában, ott viszont ne legyenek gátlásod az, hogy eltávolítod. Nyilván érdemes figyelmeztetni először, nem büntetni kell. Tehát meg kell mondani, nem az a lényeg, hogy hát most rosszul teljesítettél, ezért kevesebb pénzt adok, vagy levonok valamit. Hanem annyit kell csak mondani, hogy figyelj ide, ez a teljesítmény nem elegendő az, hogy ezen a munkahelyen maradjál. Egyszerűen itt nekem van embere van szükségem, aki száz ban teljesíti az elvárásainkat. Tehát nem arról van szó, hogy kevesebb pénzt fogsz kapni, nem arról szó, hogy ezt sokáig tűrjük, ha ezt nem tudjuk ebbe a hónapban helyrehozni, és nem tudjuk egy százszékot elérni, akkor kell keresnem mást, mert ide nekem van ember kell, aki hozza a százszékot, különben tönkreteszem a munkáját a munkatársaidnak is. És ez a legfontosabb gondolat, hogy nem ordibálni kell az emberekkel, nem dünnyögni, hanem egyszerűen tartósan nem eltűrni a nem teljesítést. És meg kell mondani, hogy mi a probléma. Nyilván nem úgy, mint most, ugye a, hát a magyar hadsereg jó részét lefejezték, de nem tudják, hogy miért. Tehát ez egy abszolút katasztrofális és, 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 és diktatórikus és rossz elnyomó vezetés. Ehelyett pontosan definiált, hogy mi a feladat, és pontosan azt is definiált, ha nem tudja teljesíteni, akkor nem arról szól, hogy kevesebb pénzt adsz neki, akár értékesítőnél. Tehát ne, a sokan arra gondolnak, hogy az értékes majd úgy fog jól dolgozni, ha magas jutalékot kap. Mármint úgy értem, a jutalék a több és a alacsony alapot kap. De nem arról van szó, a rosszul teljesítő és ezáltal a kevés jutalékot és kevés bért kapó munkatársat sem szabad megtartani. Ez a legfontosabb dolog, hogy értsd meg, hogy rossz teljesítést semmilyen áron és semmilyen büntetéssel és semennyire olcsón sem érdemes megtartanod, mert az egész cégedet rontja. És hogyha ezt megérti az ember, akkor vagy be tud állni oda, hogy teljesít, és ha százszig a ezen megbízható lesz, bízhatsz benne, felelősséget vállal a munkájáért, ha nem, akkor sose fogod ezt elérni, akkor cseréld le, de egyébként, ha sokáig nem teljesítős téged idősítő munkatársaid vannak, annak egyedül a van te. Te vetted föl, te képezted, te tartottad meg, te viseled el, te bajod, te hibád. Úgyhogy ezen gondolatmenet folytán fontos lesz, hogy elkötelezett munkatársaid legyenek, erről lesz egy webinárium március 8-án, anélkül, hogy túl sokat fizessek, hogyan tudom elkötelezni a munkatársaimat, hogyan tudom úgy motiválni, hogyan tudom úgy fejleszteni őket, hogy tényleg, ha nem is maukénak érzik a céget, de nem viszik haza a szajrét, hanem, hanem az ügyet maukénak érzik. És ebben például, na majd beszélünk arról, hogy hogyan lesz tényleg elkötelezett azért az ügyért, ami nyilván nem az, hogy te neked mennyi profitod van, hanem ez kell egy magasabb szintű ügy. De majd erről a webináriumról. Webináriumon beszélünk, és lesz sok példa. Ezért addig is szép napot kívánok neked, sok sikert, ciao.